Megvédte Rio de Janeiroban a Londonban szerzett olimpiai bajnoki címét férfi kardvívásban Szilágyi Áron, aki mindvégig magabiztosan vívott, amit az is igazol, hogy egyik ellenfele sem jutott 12 találatnál többig. Szilágyi ezzel Magyarország 5. olimpiai aranyát gyűjtötte be a braziliai ötkarikás játékokon. Elrajtolt Székelyföld kerékpáros körversenyének mezőnye, Románia első olyan kerékpáros eseménye, amely bekerült a Nemzetközi Szövetség versenynaptárába, a jubileumi 10. kiadásánál tart. A rajthoz 19 csapat összesen 116 kerékpárosa sorakozott fel. Az első szakaszban a Csíkszeredából induló mezőny 3 széket kereste fel, Tusnádfürdő irányába haladva Sepsiszentgyörgy, Kovászna és Kézdivásárhely érintésével a nyerges tetőn áttért vissza a kiinduló pontra. A célba a Blitz Media Pro kerekese Matti Manninen érkezett elsőként. Az első forduló eseményeiről részletes összefoglalót láthatnak ma este 10 órától az Erdélyi Magyar Televízióban. Az idény első hivatalos győzelme után mutatta be a marosvásárhelyi ASEA labdarúgó csapata sikert elérő edzőt, Dán Alexát. Mindezt az idő rövidsége miatt, hiszen csak néhány órával a meccs előtt tették hivatalossá a szerződését. A marosvásárhelyi ASEA szerdán 2-0-ra nyert Medgyesen a helybéli Gázmétán ellen a Liga Kupa első fordulójában. A csapat korábban mindhárom bajnoki mérkőzését elveszítette, de az új szakvezető már győzelemmel kezdte a mandátumát. A tegnapi győzelem nagyon fontos volt, sok fiatal játékost láthattam, akik nagy erőbedobással küzdöttek. Bízom abban, hogy a klubnál megoldódnak az új játékosok leigazolását gátló problémák, mert úgy gondolom, hogy jelenleg szükség van még játékosokra bizonyos posztokon. Daniel Stancsó, a klub igazgatója elmondta, több tapasztalt játékossal tárgyalnak, miután szerdán már Mendy és Bélu is pályára léphetett. Szó van Goga és Raúl Costin érkezéséről, Romeo Surdu pedig már be is mutatkozott. Beszéltem Dan Alexával is, aki megkért, hogy jöjjek, segítsek a csapaton. Különös tekintettel, hogy a keretben több olyan tapasztaltabb játékos van, akikkel már játszottam. Azt hiszem, valamennyiükkel játszottam már, remélem a hozzájárulásom hasznos lesz a csapatnak, és minél gyorsabban, ismét minél magasabbra juthatunk. A marosvásárhelyi klub legközelebb Ovidiuban a Vítorul ellen lép pályára az első liga keretében. A találkozót vasárnap 21 órai kezdettel rendezik.